Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, Lipták Péter vagyok. A Dunamenti Polgári Egyesület családi pikniket szervezett az Altaripa Szabadidő Központban Tolnán. Az esemény célja az volt, hogy a dunamenti települések lakóinak részvételével sokszínű programokat biztosítsanak minden korosztály számára. Tavaly évben alakult Dunamenti Polgári Egyesület családi pikniket szervezett a Dunai Holták partján az Altaripa Szabadidőközpontban. Az egyesület célja, hogy a dunamenti települések bevonásával olyan programokat, eseményeket szervezzenek, amik sokszínű kikapcsolódást nyújthatnak a fiataloktól egészen az idősebb korosztályig. A mostani piknik elsősorban a kicsiknek nyújtott változatos élményeket. Volt ugrálóvár, kutyás játszóház, kézműveskedés, gyerekkoncert. A főszervező Berta Zoltán azt mondta, hogy hagyományteremtő szándékkal szeretnék a továbbiakban is megrendezni az eseményt. Egyesületünk tavalyi évben alakult, és nem titkoltan ugye azzal a céllal jöttünk létre, hogy próbáljunk itt a Dunamentén, a dunamenti településeken olyan programokat szervezni, ami fiataloktól az idősekig nyújt szórakozási lehetőséget, oly módon, hogy lehetőség szerint a hagyományainkat, értékeinket ápoljuk, megőrizzük, továbbadjuk. Ezt próbáltuk egybe gyúrni, ennek ma egyik lépése ez a Dupi Gyereknap, mikor elsősorban most a fiatalokra, a picúrokra hegyeztük ki itt a Tolnai Altaripa Szabadidőparkban, egy egész napos programsorozatot szerveztünk számukra. Hála Istennek egy rendkívül magas színvonalú helyszín áll rendelkezésünkre, hiszen néhány évvel ezelőtt uniós, illetve kormányzati forrásból egy nagyon szép szabadidőpark alakult ki Tolnán, itt remek játszótér van, és ehhez mi további népi játszótereket hoztunk, ugrálóvárat hoztunk, egyéb közösségi programot, most mögöttünk a csurgózenekart halljuk, aki a piciket szórakoztatja, de hoztunk kutyás mentorokat, és a Csigabiga Alapítványtól van itt négy kutyás mentor, akik a kicsikkel mozgáskoordinációs tevékenységet végeznek. Természetesen nevünkben is benne van Dunament, úgyhogy a Dunát sem hagyjuk ki. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület felevezett a bárka mellé, kikötöttek, és ezt a természeti kincset az arra vállalkozóknak egy közös evezéssel mutatják be, úgyhogy folyamatosan megy a sárkányhajó körbe-körbe, és deríti föl ennek a rejtélyes víznek a szépségeit. Mindenféleképpen bízom benne, hogy ennek lesz folytatása, hogy folyamatosan tudunk ilyen és hasonló programokat. Úgy gondolom, a tolnai helyszín az adja magát, hogy itt évről évre egy hasonló színvonalú, nagyságrendű rendezvényt tudjunk megszervezni, megtartani a gyermekes családok részére. A vállalkozó kedvű gyerekek és felnőttek a Tolnai Sárkányhajó Egyesület jóvoltából kipróbálhatták a holtágon az evezést is. Szálltatok ki a hajóból, hogy tetszett? Igen, nagyon. Tetszett? Ültél már ilyen sárkányhajóban? Nem, még nem ültem. Eveztél is? Igen, eveztem. Igen. Milyen távon mentetek? Milyen messze mentetek? Hát úgy. Hát ott nem tudom. Eljössz máskor is? Igen. És mit próbáltál itt? Hát most súzdáztam, a kutyákkal játszottam, simogattam őket, meg volt a cukrot adtam. Aztán még ennyi, mert most jöttünk nemrég. Elüljön, megint a mezőgyen. Miközben a gyerekek élvezték a szervezők által nyújtott lehetőségeket, a felnőttek sem maradtak esemény nélkül. A vállalkozó kedvű baráti társaságok közös főzéssel is eltölthették a napot. Számos bográcsban rotyogott a finom halászlé vagy a pörkölt. A rendezvényen több százan vettek részt. Tolnai receptet adják Összesen vagyunk olyan 20-an körülbelül, és a másik bográcsba is főznek, tehát két bográcsba összesen, hogy jön 5-8-an. A délután további részében Bájer Zsolt előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Arról kérdeztük, hogy hogyan látja a közelgő választásokat. Minden ott folytatódna, ahol 2010-ben abban maradt. És csinálnák megint 2-3-4 évig, utána megint megbuknának, és mi megint előről kezdhetnénk, de miért kell mindig mindent előről kezdeni? Nem lenne egyszerű folytatni? A nap végén Berta Zoltán főszervező azt mondta, hogy a jövőben is szeretnék a dunamenti településen élőket összekapcsolni hasonló jellegű programokkal. A következőben Babos Béla feleségével, Babosné Kővári Nikolettával számol be mindennapjaikról, tapasztalataikról.
És hogy ez miért érdekes? Mert jelenleg a tolnai házaspár 6 gyermeket nevel, és már úton van a 7. is. Nagy család, nagy öröm, tartja a mondás. Amíg nagyanyáink, dédanyáink korában még természetes volt, hogy egy háztartásban 5 vagy annál több gyermek születik, napjainkra ez a szám már lényegesen lecsökkent. De nem a babos családban. Feltehetően egy tolnai számára sem ismeretlen a családnév, hiszen elmondásuk szerint bárhol megjelennek, minden szem rájuk szegeződik, illetve a család feje elismert asztalos szakember. Babos Béla és felesége, Babosné Kővári Nikoletta közel 30 éve alkotnak egy párt, és több mint 20 éve házasok. Jelenleg 6 gyermeket nevelnek, és már útban van a 7. kicsi. Volt egy közös nevező, amikor összeházasodtunk, mielőtt összeházasodtunk, az volt a téma, hogy ő azt mondta, hogy neki minimum 3, én azt mondtam, nekem maximum 3. És akkor utána mindig közösen jött az, hogy legyen még egy, legyen még egy, legyen még egy. Igazából csőbe húzva nem lettem egyszer se, úgyhogy erre büszke is vagyok, és mindegyiket nagyon szeretem. Legidősebb az 19 éves, ő már érettségizett. A legfiatalabb pedig 4 éves, ő középső csoportos. Illetve hát még reméljük, hogy nem sokára következő. Nagy családban lojálisabbak a gyerekek egymással, és sok mindent megtanulnak. Tehát a következő generációban mindig le lehet követni azt, amit előtte a hibákat is, meg az erényeket is. Tehát azt mindig követik a gyerekek. Tehát sokat tanulnak egymástól, rengeteget. Babos Béla azt mondja, titkon reméli, hogy valamelyik gyermeke majd tovább folytatja a szakmáját. Van egy 19 éves Bálintunk, van egy 16 éves Dávidunk, van egy 13 éves Enikőnk, egy 10 éves Viktorunk, egy 7 éves Tamásunk, egy 4 éves Csabánk, és úgy néz ki, hogy lesz egy, mondhatom, nem? Lesz egy, majd egy újszülött Péterünk. Minden apának, vagy aki elkezdel egy vállalkozást, mindenkinek van egy ilyen vágya, hogy azt majd évszázadokig tovább viszik. Én azt mondom, hogy amit ők szeretnének. Tehát egy vágy megvan, de az, hogy ők mit visznek tovább, az ő dolguk. A házaspár 26 és 24 évesek voltak, amikor az első gyerekük megszületett. Ők azt mondják, az idő előre haladtával nem lett nehezebb dolguk. Szinten tartás ez. Ez megy. Tehát ő, a keléssel nekünk soha nem volt gondunk. Tehát mi nem tudjuk azt, hogy mi a... Illetve lehet, hogy én nem tudom azt, hogy mi az, hogy egész éjjelt végigvirasztani, de... Tehát a szülőkön is múlik valahol. Tehát az, hogy egy gyereknél egész éjjel fönn vagy, az, hogy megszületik, és utána lesz, legyen 2 hónapos, 3 hónapos, és egész éjjel fönn vagy, az nem csak a gyereken múlik. Tehát az a szülőn is múlik. Igaz, hogy sokat kell nyelni hozzá, tehát meg kell tanítani ugyanúgy, mint bármit, vagy minket bárkire, bármire meg kell tanítani, úgyhogy tanuljunk, és akkor sírunk ott, hogy nem akarok tanulni, anya. De neki meg kell tanulni azt, hogy végigaludja az éjszakát, meg kell tanulni mindent. Tehát ők tanulnak örök élet. Csak sokkal többet tudnak tanulni, hál' az égnek, mint mi. Van napi rend, igen, az föl van írva a konyhánál, hogyha látjátok, akkor egy falra föl van írva, hogy innentől egy zeneiskola, ennek tébetű Tamás, alatta Enikő, mindenkinek meg, vagy melyik nap, mire megy például, illetve hétvégén azért van egy ilyen úgymond a szilencium, amikor azért anyát hagyjuk meg minket egy kicsit pihenni. Tehát nekem megvan az, hogy én elrendezem a dolgokat, anya egy kicsit tud pihenni, mert azért ő hétköznap rendezi, hozza, viszi őket, ugye én dolgozok, és ez teljesen jó, hogy meg tudjuk osztani ezeket a dolgokat. A testvéri köteléknél nincs fontosabb, mondja a családfő. Ami a mottónk az, hogy ha lehet, akkor inkább egymással tartsanak össze mindig. Tehát az, hogy ha valakivel össze kell veszniük, akkor inkább velünk veszenek össze bármikor az életben, mint a testvéreikkel. Tehát ők a testvérek maradnak mindig, és ő rájuk tudnak számítani, ők egy család, nem nagy szavakkal, hogy egy család, egy lélek, de hogyha valami gondja van bármelyiknek, mert azért van köztük összezördülés, de azért még mindig megvigasztalja a legkisebb is, amikor kiabálunk a másik, akkor oda megy, akkor megsimogatja, akkor, hogyha mérges rá, akkor is, ha ő csinálta a bajt, akkor is meg oda megy, megsimogatja. Tehát, szerintem elnézhet dolgok nem kell, amikor egymást szeretik. Tehát mi a másodlagos dolgok vagyunk egy családban. Ők az elsők.
Most rövid reklám következik, majd a vándorló szépkarúakhoz látogatunk, akik ismét a Duna partján gyűltek össze a szokásos találkozójukra, melyen ezúttal a lecsó készítés fortiait mutatták meg egymásnak és az érdeklődőknek. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, gépkezelő, borfestő, betanított festő, csomagoló munkakörök betöltésére. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac.dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra: CNC gépkezelő, szerszámkarbantartó, gépbeállító, heggesztő, festő, anyagmozgató, raktáros, illetve betanított munkákra operátor, betanított lakatos. Amit kínálunk: pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költség támogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrier@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74-540-313-20-241-77-17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. A lecsó a magyar gasztronómia egyik legnépszerűbb és talán legegyszerűbben elkészíthető étele. Nyáron a friss hozzávalókból gyorsan, könnyen kerülhet ez a nagyszerű étel az asztalunkra. Idén a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre is a lecsó főzést tűzte ki célul. A vállalkozó kedvek benevezhettek a főzőversenybe is, amit aztán egy háromtagú zsűri díjazott. Közel 70-en vettek részt az eseményen. A lecsó híres 20. századi ételklasszikus, a magyar gasztronómia egyik alappillére. Az elkészítésének számos formája van, ami évtizedek óta vitatárgyát képezi a lecsó rajongók körében. Főzik bográcsban, szabad tűzön, serpenyőben és fazékban is. Ízesítésében is széles a repertoár, kolbászos, csípős, tarhonyával vagy tojással gazdagított. A Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre immáron második alkalommal rendezte meg a Lecsó Fesztivált. Reggel óta 5 bográcsban készültek az ételek, amiket aztán egy háromtagú zsűri díjazott. Közösen megvásárolt alapanyagokból főzték az ételeket, de az már egyéni döntés volt, hogy ki mivel gazdagítja a saját remek művét. Én már a Lecsó Fesztivál, az már második ízbe, tavaly október 4-én volt az első, olyan nagy sikere volt. Azóta már főztünk itten pörköltet, júniusban, és hát most kicsit előrébb hoztuk a Lecsó Fesztivált. Nagyon-nagyon félünk, hogy olyan intézkedések lesznek, hogy lezárnak mindent, és nem tudjuk megrendezni, és
Kim voltunk a kertekben, megnéztük, megértek a paprikák, a paradicsomok, fantasztikusak, és akkor úgy döntöttük, hogy főzünk ma egy lecsót. Mindenki a saját terményét használja? Nem, közösen megvettük az alapanyagot, 5 bográcsba fogunk főzni, mindenki megmondta, mit szeretne, mindenki megkapja az alapanyagot, a paprikát, hagymát, a paradicsomot, és azon kívül, amit szerettek volna. És azokat beszereztük, és most reggel szét lett osztva, és mindenki tüsténkedik, főzik a finom lecsót. Került a bográcsokba mangalica szalonna, kolbász, cukkini és zöldbab is. Nem csak az alapanyagokban volt különbség, hanem az elkészítési módban is. Kis születi hangulatot, megtakáltuk szinkát, a darikát, a legébb. Szalonnát kiolvasztottuk a zsírjából, kiszedtük, azt majd csak a legvégén fogjuk visszatenni, hogy megmaradjon ropogós állapotban, és akkor azon a zsíron a hagymát megpirítottuk, és rá a paradicsom, rá a paprika, és valami sütjük. Valami extra összetevő? Összetevő nincsen, annyi, hogy nem főzzük, hanem sütjük. Hogy készül a lecsó? Nem tudom, én csak a kukta vagyok. Ó, és ki a szakács? A feleségem, valóban eltűnt itt a feléken. Én csak egy ilyen kézilány vagyok itt, aki apróságokat csinálja. Hát kíváncsi lettem volna rá, hogy van-e benne valami turpisság, vagy hagyományos módon készül. Hát, nagyjából hagyományos módon készül. Valamiben. Kis cukkinivel van megbolondítva. Más szerintem extra dolog nincs benne. Minden hónapban az aktuális névnaposok, születésnaposok meg lesznek köszöntve, és most nagyon jeles, mert tegnap előtt volt egy 60 éves csoporttagunk. A 60 éves, a kerek évfordulósok, azok mindig kapnak egy kis mini zsúrtortát, és ezzel fényesebben tesszük a születésnapját, és utána kötetlen beszélgetés lesz Totó, minden rendezvényünkön szokott lenni Totó, ilyen kvíz kérdésekkel, most csak a csoport életéről. Mikor alakultunk, hányan vagyunk, jöttek jogárdi, nyugdíjas körből is jöttek, jöttek tengerisző, jöttek szexuális magyar nótások itt vannak, itt van nálunk a Magyar Kultúra Lovagrenddel kitüntetett személyisége, Bodnár Cecil, ő tárogatózni fog, és akkor énekelünk. A baráti kör kabala babája is része a vigadalomnak. A hagyomány az, hogy minden esztendőben valamelyik meghívott vidék népviseletébe öltöztetik, megtisztelve ezzel a vendéget. Idén Sió Agárdi népviseletet kapott. Az egész napos programon közel 70-en vettek részt. Varázslat, finomság, szépség, mint a női lélek címmel nyitotta meg első önálló tárlatát Kocsisné Kovács Rozália festő, grafikus. Néhány éve ismerkedett meg a selyemfestéssel, és azóta nem is tudja abba hagyni. Egy hónap alatt akár 20-30 alkotást is el tud készíteni. Aztán a mintát előrajzolom papírra, és utána lefektetem, és átrajzolom rá a mintát. Azután ki kell kontúrozni, mert a kontúr festék az olyan, hogy csak ösztelén a részbe szalad el a másik festék, nem engedi túl. 5 éves kora óta fest Kocsisné Kovács Rozália. Több festő szakkör tagja, amelynek keretén belül másokkal közösen több tárlata is volt már. Pár éve viszont megismerkedett, és ahogy mondja, rabul ejtette a selyemfestésének technikája. Az elmúlt 2 év legjobb alkotásaiból most megnyitotta egyéni első tárlatát a Magházban Tolnán. Úgy nőttem fel egy kis faluban, hogy nagyon, nagyon szép volt, és megfogott a természet meg az alkotás maga. Aztán később nem nagyon volt már lehetőségem ezt csinálni, családalapítás, minden. És elég észen felnőtt koromban jutottam el odáig, hogy a Kaposvári Egyetem művészeti korára sikerült felvételt nyernem, és ott elvégeztem a festőszakot. És akkor onnantól kezdve megállás nem volt a festészetben. És körülbelül 2 évvel ezelőtt jártam Sri Lankán. Ott ugye a keleti kultúra az nagyon ment, és ott jártam egy batikoló műhelyben, ahol sejmet festettek, patikoltak. És engem akkor is megragadott nagyon ez a fajta alkotás, ott, ahogy rajzolták a lányok elő. Ők nem csak sejemre patikoltak, hanem másik szövetre, vászonra is. A sejemfestés ősi hagyományokra tekint vissza, a keleti kultúrából eredeztethető. A kaligrafikák, a letisztult tusrajzok, a tájképek, az ezernyi színben pompázó istenképek, mind a sejemfestés egy-egy gyöngyszemét képviselik.
A tolnai festő inkább a női lélek szépségét helyezi előtérbe. A selyem és a nőiesség kéz a kézben járnak. Egy évvel ezelőtt a Harcon a faluháznak a vezetője voltam, és ott készítettek ilyen selyem képeket, hobbiból előttem, és kellett a kiállításra anyagot adni, és nem voltak készen ezek a képek, és akkor mikor megláttam, hogy mi hiányzik, akkor mondtam, hogy befejezem én, és akkor mégis ki tudják állítani. És az első ecset vonás, hogy azt a festéket rátettem a sejemre, annyira rabul lehetett, hogy utána nem is akartam más csinálni. Tehát azóta én beleszerelmesedtem, és egyre jobban rájöttem arra, hogy viselkedik a sejem, meg a festék maga, hogy lehet keverni a színeket, hogy úgy viselkedjen a hát nem vászon, hanem a sejmen, ahogy én akarom. Ez a sejem festészete, ez egy annyira csodálatosan szép világ. Ez teljesen más, mint amit ő eddig alkotott. Ezek a mandalák, ezek nagyon-nagyon megfogtak, de az összes kép. Nem tudnék kiemelni ebből igazából egyet sem, hogy külön kiemelnék, mert mindegyik nagyon tetszik. Itt tényleg a finomság, a női lélek, és hát a sejem festészet, ami egy nagyon ősi festészet, mert szerintem nem is egy egyszerű festészet, mert bár úgy tűnik, hogy nagyon egyszerű, de én azt hiszem, hogy nem igazán. A kezdőket is szívesen megtanítja a hazánkban még nem igazán elterjedt sejemfestésre Kocsisné Kovács Rozália. Tapasztalatai alapján a sejmet festés előtt fontos kimosni, ezután rögzíteni egy fakeretre, lehetőleg olyanra, amelyet állítani lehet. Ez a festék, hogyha higítva van, akkor világosodik. Aztán, hogyha két szint, nem mindegy, hogy ezt a száraz sejemre engedem rá az a festéket, vagy előre vizezetten szebben lehet eldolgozni a színeket, tehát összemosni a száraz sejmen foltót hagy. Viszont akkor van egy úgynevezett effekt show, ami eltünteti ezeket a hibákat, és egy nagyon szép felületet ad, mint azon a képen is, ott majd fogják látni. Simán átnyomunk róla, csak nagyon durva szemcsis, és az felszívja a festéket ott, ahova oda potyan, és attól függ, hogy mennyi ideig hagyom rajta, de vizes állapotba kell, hogy rákerüljön, attól függ, meddig van rajta, olyan foltokat szív ki. És egy nagyon szép textúrát ad az egész festménynek. Itt például a mandaláknál lehet olyan, hogy egy részébe teszek csak effektsót, és akkor azzal egészítem ki a mintát, vagy a háttért, ha nem olyan szép. Elő szoktam rajzolni, és aztán a rajzról rajzolom át a sejemre ceruzával, és úgy, mert hát magán a sejmen ahhoz nagyon gyakorlottnak kell lenni, hogy, mert ugye annyira nem lehet megfeszíteni a sejmet, hogy az teljesen sík legyen, mert akkor elmozdulnak a szálak, és csúnya lesz. Valamennyire lehet, de akkor nehéz rajzolni, mert behajlik az anyag, és a ceruza elfut mellette, meg maga a kontúrozó is. Mert kontúrozóval kell előrajzolni, akkor az ott lezárja azt a részt, és a festék csak odáig fut, tehát nem fut tovább. És így lehet szépen megcsinálni. Jobb a sejemre festeni, sokkal jobb, mint a papírra, mert a papír felveszi gyorsan a nedvességet, és nem lehet már vele úgy dolgozni. Viszont ha egyszer rákerül egy szín, akkor onnan már nem lehet eltüntetni. Tehát az egyik alaptechnika az akvarellel való dolgozás. A sejmen a víz viszonylag gyorsan terjed. Ezt használja ki a festő. Enyhén megnedvesedett anyagon dolgozik, és előre kikevert színeket felviszi, és hagyja, hogy egymásba olvadjanak. Illetve ecsettel segíti a szükséges és várt forma kialakítását. A mandala ugye az a keleti kultúrának egy nagyon fontos része. A mandala azt jelenti, hogy kör. És a külső része a körnek az a külvilágot, a világértelmet jelképezi, a belső pedig, amikor magába fordul ezzel meg kicsit, és meditál. Tehát amikor festettem is olyan, tehát ahogy festettem a színeket, ahogy használtam, válogattam ki, akkor olyan hangulat adja azt, hogy milyen színű legyen az aznapi éppen lelki állapot. Maga a sejem az olyan anyag, ami a látságot, a finomságot, inkább az igényességet képvisel, maga egy nagyon drága anyag, és nagyon a nők általában a ruhákba. Egyébként próbáltam ruhára is rátenni, festettem sejmet részt, és akkor azt rávartam a ruhára vagy táskára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!